Jó napot kívánok mindenkinek! Dobovicki Attila vagyok, az egyik házigazda itt a Kommunikáció Média Tudomány Tanszék Republik Galériájában. És hát köszöntök mindenkit itt a szezonnyitó kiállításunkon, a Sajt Inga kiállításának megnyitóján, amit Colin Foster fog számunkra prezentálni. Na, kedves vendégek, tudtam, hogy fárasztó napom lesz, és szerencsére bejöttem délelőtt, és leírtam néhány szót. Átemlékszem, hogy mit szeretnék mondani, és akkor ezeket fogom felolvasni. Karsai Kinga, itt van. Játék létrák, ez a kiállításnak a címe. Játékosság, kíváncsiság, érdeklődés a természet iránt, érdeklődés a dolgok iránt, érdeklődés a szerkezetek iránt, érdeklődés a formák iránt. Nagyon jó forma, mint mellettem is. Bravúros rajztudás, a ház újra értelmezése, a szék újra értelmezése, fetisek, italak, polinézia, műhely jellege, TikTok, betekintés, Rodin, Lautrec, a tér poetikája, nem tudom olvasni a szóval, gyermekkori emlékek, nyomak, minden napi kenyerünk, a munkaasztal, vizuális annotációk, vizuális gondolatok, emlékek, efemer, nyulandóság. Most próbálom is emlékszem, hogy miért ezt léptem. A játékosság szerintem mindenki látja, körülnéz, hogy van egy fantasztikus ilyen játékosság, kíváncsiság, de ezekben a munkákban mindig jellemző volt a Kingára, Kinga munkájára, az utóbbi négy évben, hogy szóval mindig nézte a dolgok után, érdeklődött a dolgok iránt, érdeklődés a dolgok iránt. De a természet után is sok munkája van, erről egy kis kóstolóban, itt nagyon sok munkát készített a természetben, illetve behozta a természetet a műhelyben, természetes ágakkal, vagy természetes anyagokkal is dolgozott. A szerkezetek iránt tényleg voltak ilyen feladatok is szerkezetekkel kapcsán, de egyedül sajátos irányba vitte ezeket ezekben a székes munkákban, úgy gondolom, meg ezekben a kis konstrukciókban, amit itt állunk előttünk természetes anyagokból. Bravúros rajz tudása az szerintem egyértelmű. Nekem mondom, nem egy-egy óval az asztalban ilyen szempontból. Jó rajzolnak a hallgatóim. Nagy örömre. Nem biztos, hogy miatt, hanem inkább a többi tanár miatt, aki nagyon foglalkozik velük ilyen területen. Többször felmerült a munkájában a ház, mint elem, mint motivum, meg a szék is. Több értelemben nagyon örülök, hogy ide azt a roncs széket, amin jut már 4 éve. Ilyen gazdag a tanszék, vagy ilyen gyönyörű utalokat is tudjuk biztosítani hallgatók számára. A fetisek, még az idalok, én azt gondolom, hogy érzem ezekben bizonyos napon, bizony ott van egy munka, a lassi mögött, ahol nagyon ilyen fetis jellegű, egy kis idalszerű, ilyen összetett dolog, és nagyon emlékeztet nekem ilyen polinéziai munkákról, illetve tárgyakról, ugye, vannak ezek a gyönyörű házak a fákban, még ilyen fából készült konstrukciók, amik megjelennek itt a bronzban, még voltak ilyen fából is készült ilyen jellegű munkák is.
de máshol is megjelenik, főleg ezekben a kompozíciókban, de nagyon sok munka esetén olyan érzésem van, mintha valami úgynevezett primitív munkát látom, persze nem primitív, hanem más kultúrából származó műtárgyat látok. Műhely jellege egyáltalán ez nem egy ilyen hagyományos kiállítás, ahol megmutatjuk a legjobb műkincseket, amit a hallgatók csináltak, hanem maradt ez a nagyon friss és gyönyörű kis betekintés a műhely praxisába, és ugye akkor a titokba, mert olyan érzésem van, bármelyik munkát nézem, valami kis titkos módon működik a Kinga agya, ugye, és kapunk egy kis betekintést, de soha nem lehet félteni pontosan, hogy miről szól a művekben. Lulán meg Lautrecet leírtam, leírtam volna megálló Rosszul is vannak ilyen utalások más művészekre, szóval én szintén nagy bravúrral tudtam földolgozni a más művészeknek a stílusát, munkáját, és kicsit elsajátítani Rúdát tekintében több ilyen kis bronzás van, ami nincsenek itt. A terpolitikája, azért írtam be, ez könyv, mint a Masolájét, olyan régen, de 50-60 évvel még szemben most fordított egy pár évvel a magyarra, és pontosan ebben a könyvben mesél, hogy mutatja a francia költők munkáján révén, hogy milyen hatása van a gyermekkori emlékeknek a tere értelmezésben, ami szerintem nagyon jelen van a Kinga munkájában. A mindennapi kenyerünk, mert itt van, nagyon tetszett nekem ez a kis munkák, hogy a saját kézzel kéznyomhatotta a gyakorlatban, de sokkal jobban működött, mint a kenyerben nyomta. Nagyon tanítanának tartom ezt. A munkasztal az nagyon jó, hogy itt van szerintem, mert az egész kiállítás inkább egy munkasztal, egy műhely jelleg van, amit már mondtam. Vizuális annotációk, néha nehéz dönteni, hogy mikor valami csak egy kis kicc, és mikor átválik szűrőn műtárgyra, műtárgyával, de nem is érdekes, mert ezek a kis skiccek is gyönyörűek és hagynak betekintés a tapzatos kis Kinga világba. A emlékek szerintem minden szobor valamilyen módon emlékeztek valamire. Ebben az esetben nem használod nagyon is erős ennek hatása. És az effemeris dulandóságot azért elírtam, hogy sehol nem érzem, hogy ezek ilyen maradandó művek, ha igenis, mondjuk a bronzmunkáknál, ami általában egy nagyon kifejezett, vagy ilyen befejezett anyag szokott lenni, egy inkább ilyen deklaráció, egy szobor bronzból, az nem, ezek nem azok, mert tele vannak öntési hibákkal, ami nagyon szerencsés. Adtak még egy plusz dolgot a munkához, és ezeket nem javította ki. Nagyon jó döntés szerintem. Szóval ezekben is van egy ilyen mulandóság, ami mindenhol látható. Szóval kicsit olyan, mint Afrikában mennék megnézni afrikai szobókiállítás, és abban a tükörben, hogy ezek a természetes anyagból készült munkák néhány év órán fognak élni, ugyanis a hangyák fogják megenni minden. Utolsó gondolat, volt egy fiatal író Angliában, Peter Fuller, aki
erre lett híres, hogy indíthat egy újságot, ilyen művészeti folyóirat, a Babu Painters címen, és mesélt egyszer, hogy látogatta őt a házába, a John Berger, aki talán ismerettebb művészeti író volt a 60-as, 70-es években, és a Berger, Peterfull bevitt Berzse a szobájába, a dolgozó szobájába, és mondta, hogy na, John, ugye, ez olyan, mint a kapunk betekintést a fejemben, az agyamban, ugye? És a Berzse az körülnézett, és azt mondta, hát, Peter, igazad van, és tudom, hogy nincs a káosz van ebben a fejben. Azért említem ezt, mert nagyon tetszett egy rész, hogy ledaráltam Peter Fullert, ami nagyon jó tett, hogy helyre raktam. De itt egyáltalán nem láttam káoszt, hanem a telenkezőleg a King munkájában folyamatosan összefüggéseket láttak, és összességben egy rendkívül ilyen kellemes érzést éveztenek föl bennem ezek a munkák is. Ezzel szeretném befejezni és gratulálni. Köszönöm szépen, ez egy titkos jel volt szervezetre, hogy kéne mondanom, hogy Zabrádi Máriának szüli napja van már, és boldog szülényes napot kívánunk mindenkinek. Az apropóból is mindenkit szívesen látunk egy pohárból, vagy pogácsát a hátsó zöld falnál. És hát a következő kiállítás az október 6-án nem nemzeti gyásznap lesz, hanem már a DLA intro kiállítás, akkor is szívesen látunk meg mindenkit. Szolgálati közlemény, igen, hogy a megnyitó esemény után a szabad kikötőben állítólag folytatódik, még lesz valami after. Jó? Szép estét mindenkinek!